Sziasztok! Következzen a sorozat 18. része, amiben nektek szeretnénk segíteni a hozzátok igazán illő kutya kiválasztásában és megismerésében. Minden részben egy-egy kutyafajtát mutatunk majd be, és röviden elmondjuk nektek azt a hét legfontosabb dolgot, ami meghatározó lehet a döntésben, hogy ne maradjatok le a sorozatról, és azonnali értesítéseket kapjatok az új részekről, iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a harang gombot is. Már kaphatóak a Dogcast TV-s pólók és egyéb ajándékok több színben. A linket megtaláljátok a leírásban és az első kommentben. Minden vásárlással támogatjátok a csatornát további filmek készítésében. A 18. részben a talán legkeményebb magyar kutyafajtáról lesz szó, a kuvaszról, amelyik az egyik legfélreismertebb fajta az átlag emberek körében. Rendkívül sok negatív sztereotípia kötődik a nevéhez, ami azonban nem elsősorban a kuvaszok jelleméből, hanem sokkal inkább korábbi tartási körülményeikből fakad. Hogy tudjátok, mit is vállal magára, aki kuvaszt válasz? Vegyük végig azt a 7 pontot, amit egy kuvasz vásárláson gondolkodónak nagyon alaposan meg kell fontolnia a vásárlás előtt. Az utolsó pontban az is kiderül majd, hogy vajon a kuvasz ideális választása egy kezdőkutyás számára, és az is, hogy a következő részben melyik fajtáról lesz szó, ez meglepetés lesz szerintünk. 1. A kuvasz rövid története. A kuvaszok pontos eredete és története nem ismert, de sokat elmond velük kapcsolatban, hogy egy 1978-ban feltárt, honfoglaláskori temetőben találtak egy olyan kutyakoponya maradványt, ami szinte 100%-os egyezést mutat egy napjainkban élő kuvaszéval. Több ilyen lelet 15.-16. századi sírokból is előkerült, ami azt jelzi, hogy a kuvaszok vagy a kuvaszokhoz hasonló kutyák évszázadok óta élnek együtt a magyar népességgel. Alkata és színe alapján egyébként a kuvaszok talán leginkább az ősi múltú anatóliai agbas leszármazottainak tekintetőek, és ekkeleti US kutyákra hasonlítanak leginkább. A kuvasz szó megjelenésére először 1511-ben került sor írásos emlékekben Magyarországon. Ami biztosnak tűnik, őseink nyáj és területőrző kutyaként használták őket évszázadokon keresztül, de megjelentek nemesi, királyi, nagyvad vadászatokon is, sőt a szekereken utazók kísérő és védő kutyájaként is. Tudatos tenyésztésük a 20. század folyamán kezdődött el, napjainkban határozottan a veszélyeztetett fajták közé tartoznak, olyan kevés példány születik közülük évente. 2. A kuvasz személyisége. A kuvasz egy nagy termetű, mégis mozgékony és erős akarattal bíró fajta. Több évszázados története során mindig hatalmas területeken, pusztákon és rónákon dolgozott, emiatt kiemelten szabadságszerető, a bezártságot, a feladat nélküliséget és a mozgásának korlátozását nehezen viseli. Ha megfelelően foglalkoznak vele, jól beilleszthetőek családokba, annak ellenére, hogy gazdájának, falka vezérnek egy személyt tekint elsősorban. A területére tévedő vagy behatoló idegenekkel szemben rendkívül bizalmatlan és támadó fellépésű, és egy kuvasszal pedig senkinek sem érdemes kikezdenie. A családdal kapcsolatos agresszivitásáról, illetve az időskorban úgymond megőrülő kuvaszokról szóló mendemondáknak kevés az alapja. Igaz azonban, hogy a szűk kennelben, illetve láncon tartást nagyon rosszul viseli, az ilyen tartási körülmények negatív személyiségtorzulást okozhatnak náluk, mint ahogy más pásztorkutyáknál is. 3. A kuvasz mérete és szőre. A kuvasz magassága jellemzően 65-76 cm, átlagos súlya pedig 40-60 kg. Szőre kizárólag fehér vagy elefántcsont színű lehet, aminek állaga hullámos, a kanokon, a nyak körül és a mellkason sörény figyelhető meg. A világos szőrszín oka egyébként az, hogy ez múltjában kiemelten fontos volt azért, hogy a támadó ragadozó elleni harcban gazdája mindig így sötétben is azonosítani tudja a kutyáját. Szőr szerkezete miatt a nyári kánikulát és a téli hideg időjárást is rendkívül jól viseli. 4. A kuvasz képezhetősége.
A kuvasz egy meglepően intelligens és jól képezhető fajta. Habár a pásztorkutyákra nem feltétlenül jellemző, nem kevés kuvasszal értek el a fajta fanatikusai kiváló őrzővédő eredményeket és engedelmességi fokozatokat. Korai, 2 éves kora előtti szocializációjának kiemelten nagy jelentősége van, hiszen a zord természetű kuvasznak meg kell tanulnia és elfogadnia a gazda abszolút elsőbségét mindenben, ami egyáltalán nem lehetetlen a kuvaszok esetében. A kuvaszt egyébként nem kell képezni területőrző feladatainak elvégzésére, mint évszázadokon át napjainkban is önálló döntéseket hoz a legtöbb kényes szituációban, a gazdát, annak családját és a területét élete árán is megvédi. 5. A kuvasz mozgásigénye. Mint már említettük, múltja miatt a kuvasz egy nagy mozgásigényű kutya. Nagy termete ellenére atletikus mozgású és kifejezetten izmos felépítésű, ezeket a hatalmas izmokat pedig használni, mozgatni kell. Egy edzett kuvasz jól bírja a futást, elsősorban az ügetést, akár hosszú távon is, több 10 kilométeren keresztül is, itt persze ne egy agárhoz hasonló vágtára gondoljunk. Mi személy szerint láttunk már lovasokat kísérő kuvaszt, aki simán tartotta a lépést az ügető lovakkal kilométereken keresztül. Mindez nem csoda, hiszen múltjában hatalmas területeket őrzött, és a hajduk hű társaként marhagulyákat terelt lábon Bécsig, vagy esetenként Németországig. 6. A kuvasz egészsége és élettartama. A kuvaszok jellemző élettartama 12-13 év, ami megfelel a nagy testű pásztorkutyák átlagos élettartamának. A kuvaszok vas szervezettel rendelkeznek, kifejezetten rájuk jellemző, tipikus kuvasz betegség nem ismert. A komolyan vehető tenyészetekben a diszpláziára és különböző szem betegségekre szűrik őket. 7. És végül az utolsó kérdés, való-e a kuvasz kezdő kutyásnak? Erre a kérdésre a válasz teljesen kezdő kutyásnak határozottan nem. A kuvasz egy kemény és élénk vérmérsékletű őrzővédő juhászkutya, neveléséhez és tartásához tapasztalatra, eltökéltségre és következetességre van szükség, amivel egy kezdő kutyás nem biztos, sőt nagy valószínűséggel nem rendelkezik. Amennyiben azonban valakinek már volt dolga domináns és nagy termetű kutyákkal, és kellő terület is a rendelkezésére áll, a magyar kuvasz az egyik legajánlhatóbb területőrző lehet. Ez a hatalmas fizikai és idegrendszeri terhelhetőségű ősi fajta, több évszázados kemény szelekció és kiválasztódás quintesszenciája, akik népszerűsége méltatlanul és a tartásából fakadó negatív sztereotípiák miatt szorult a háttérbe az utóbbi évtizedekben. Pedig képességei, ösztönei és kiemelkedő munkabírása miatt szinte felbecsülhetetlen értéket képvisel a kutyák világában. Annyian és olyan kitartóan kértétek, hogy a sorozat következő részében egy kínai származású, de angolként regisztrált fajtáról, a mopsról lesz szó. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és azt se, hogy már zseniális kuvaszos ajándékokat is találtok a leírásban és az első kommentben szereplő linkre kattintva. Köszönjük szépen a figyelmeteket!